Javában tombol a nyári szünet az iskolákban, de egy újabb tehetséges karcagi diákot ismerhetnek meg. A nagymúltú versenyen 5.-6. évfolyamon egyéni, 7.-8. csapatverseny van, ahol sikerült országos harmadik helyet elhozni a refiseknek. A verseny 3 fordulóban állt, és az utolsó fordulóban elő is kellett adni, így a tantárgyi ismereteken túl előadóira is szüksége volt a csapatnak. A csapat tagja volt Szabó Stefánia, Péntek Renáta és Fazekas Boglárka. Talán nem én vagyok, az egyetlen más is volt már, aki bejutott országos döntőbe. Hát nagyon nagy, nagyon sok tanulással járt ez az egész, rengeteget kellett rá készülni. És a természeti tárgyak hogy jönnek, hiszen azért én emlékszem, hogy sok más jellegű versenyen is találkoztunk vele, tehát honnan jött a biológia, a környezet szeretete, ismerete? Ez először 6. osztályban jelentkezett, amikor egymás után 100%-os dolgozatokat írtam, és észrevettem, hogy a természetet meg a biológiát tudom a legkönnyebben megtanulni. És akkor így indult a verseny, igaz? Hiszen 7-esként még most indulhattál, még jövőre is indulhatsz, tehát lehet, hogy ennél még jobb eredményt fogsz elérni. Mesélj egy picit erről a versenyről, hiszen most ebben a helyzetben ez is másképp bonyolódott, mint szokott. Igen, általában papírralapon szokták írni, viszont mi most online felületen írtuk meg számítógépen és otthon. Mennyire tudsz erre készülni? Tehát kimentetek anyáékkal, néztetek különböző növényhatározóban, megnézted, hogy mit látsz, hogy ne okozzon gondot, hogyha ilyen feladatokat kapsz? Apukámmal szoktunk inkább határba járni, és őt szoktam is kérdezni ezekről, hogy mit látunk jelenleg, de még erre rá szeretnék jobban gyúrni a következő hetekben. Kedvenc növényed, kedvenc állatod? Kedvenc állatom talán a delfint mondanám, delfin féléket, amiatt is, mivel ugye nagyon értelmes állatok. Növényem talán az egyik virágkalendáriumból maradt meg, a vérehulló fecskefű, amit mindig felismerek, ugye minden nap látom az utcán, talán ezt mondanám. Mesélj a többi versenyekről, ami volt idén, hiszen tudom, hogy nem ez az egyetlen ilyen sikered. Idén voltam magyarral kapcsolatos versenyben, felolvasó versenyen, voltam informatikán, az csapatverseny volt, és környezetből még 2 csapatversenyen is részt vettem, illetve matematikán is. A csapatverseny, vagy az egyéni a nagyobb kihívás? A csapatverseny talán amiatt, mert össze kell dolgoznunk, és hogyha valaki nem ugyanazt gondolja, mint a másik, akkor meg kell keresni azt a pontot, amiben egyetértünk. Egyébként rajzolás, éneklés? Az éneklés továbbra is megmaradt, ugye, mint hobbiként. Ugye a zene az eleve az életemben van, mint ugye, hogy zongorázok már jövőre 6 éve. Rajzolni szeretek, inkább a festészet iránt. Igen, amiatt igen. Inkább azt szeretem jobban csinálni, de szeretek nagyon rajzolni is. És ilyenkor kirajzolod magadból a gondolataidat, vagy hogyha letesznek el ide egy csendet, tehát inkább másolni szeretsz, vagy az olyan, amikor szabadon szárnyalhat a gondolatod? Hát igazából nem vagyok profi ebbe egyáltalán, csak annyira csinálom meg, hogy rajzórára, de szeretek képzelődni is, de amikor másolni kell, az lehet, hogy egy kicsivel könnyebben megy. Maximalista vagy? Annak tartom magam, nagyon sokan annak tartanak. Az apukám meg anyukám is mondta már, hogy nem kéne ennyire a 100%-ra hajtani.